Papaja. Talán sokak számára ismeretlenül hangzik ennek a gyümölcsnek a neve, és habár ez az egzotikus gyümölcs hazánkban még nem olyan ismert, mint például a gránátalma, a népszerűsége folyamatosan felfelé ível. És nem csak azért, mert finom, hanem mert a papaja fogyasztása számos pozitív egészségügyi előnnyel jár. Rostban, fehérjében, aminosavakban, A, B, C és E vitaminban, kálciumban, vasban, szermes savakban és enzimekben is gazdag. Hogy melyek ezek a pozitív hatások, többek között erről kérdezem vendégemet, Altóra István gasztroenterológus professzurat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Jó estét kívánok. Professzor, ugye az előzőekben az ananászról beszélgettünk, és elindítottunk egy olyan sorozatot ezzel, amelyben végignézzük a különböző élelmiszereket, gyümölcsöket, zöldségeket is, azoknak a jótékony hatását vizsgálgatjuk. Én azt gondolom, hogy az érdekes és izgalmas és értékes sorozat. Most ehhez a részhez értünk. Tényleg egészen különleges, hogy papajával foglalkozunk, mert hogy nem annyira közismert, míg mondjuk Dél-Amerikában mindennapi fogyasztott cikk. Igen. Hát a papaja az tulajdonképpen a dinnyefa. És hogyha megmutatják itt a kettes ábrát, akkor azon jól látszik, hogy tulajdonképpen egy papaja ültetvényen fantasztikus tömegben lehet ezt a gyümölcsöt megtalálni, ez több kilóra is megnőhet. Jó vastag húsa van, és nagyon értékes, majd erre később visszatérünk, fekete magja is. Hogyha megtetszenek a négyes ábrát mutatni, akkor ez is ugye egy variáció. Tehát, ahogy mondtam, a dinnyefa félék családjába tartozik, és gyümölcse szintén papaja néven ismert. Ez alapvetően Közép-Amerika, tehát ez a mediterrán vagy szubtrópusi millió. Mexikóban terem nagyon sok papaja, és annak idején szintén, mint az ananászt, hát Kolumbusznak köszönhetjük a papaja megismerését, Európa hozatalását is. Ennek a sárga húsa nagyon finom illatos, és a sárga dinnyére, a sárga barackra emlékeztet, úgyhogy Kolumbusz az angyalok gyümölcseként emlegette ezt tulajdonképpen ezt a növényt. Kérem szépen a következő ábrát, ugye, vagy következő, igen, lépjünk egyel tovább, és tulajdonképpen a szervezet számára, ahogy ezt már elmondta a főszerkesztő, rengeteg értékes dolgot tartalmaz. Azt hangsúlyoznám, hogy a C-vitamin tartalma az tulajdonképpen a citrusféléknél is nagyobb. Tehát a narancs citromnál is magasabb a C-vitamin tartalma, az ananásznak legalább duplája, és tulajdonképpen 100 g papaja a napi C-vitamin igényt teljesen fedezi, és az A-vitaminból is fedezi mondjuk az igénynek a 20%-át. Na most a jelentős vitaminok közül ugye még a B-vitaminokat emlegethetjük, de ahogy elhangzott az E-vitamin, sőt, ami nem hangzott el, a K-vitamin tartalma is magas. Tehát van A, E és K-vitamin, tehát zsírban oldódó vitaminokban is kifejezetten gazdag, meg hát egyéb nyomelemekben, cinkben, szelénben például, ami a hajnövekedéshez fontos, rendkívül fontos szintén. Léphetünk tovább. Na most ez is tartalmaz egy nagyon... Itt ugye külön értekeztünk arról, hogy miért értékesek a papajának a magjai, mert ezeknek az örleménye az nagyon kiváló bélflóra javító egyrészt, másrészt van bizonyos komoly antioxidáns tartalma, és erről majd később beszélünk, ugye polifenolokat tartalmaz, likopint, ami egyébként a paradicsomban is jól ismert, de itt jobban hasznosul és nagyobb ez az antioxidáns tartalom, aminek többek között az immunrendszer és az emésztés működése mellett például az erek védelmében is komoly szerepe van. De a magok rendszeres fogyasztása például csökkenti a húgysavszintet, vesevédő hatású, és hát az itt lévő enzim, ahogy korábban egy adással, korábban beszélgettünk róla, hogy ezekben a gyümölcsökben hasznos enzimek vannak, ez a papain nevezetű enzim, amelyik a papajában található, nem meglepő módon a nevéből származik a név, ez is egy fehérje bontó enzim, mint annak idején az ananászról beszéltünk, ugye a bromelain, és ez nagyon jól segíti megint csak a húsoknak és a komplexebb élelmiszereknek az emésztését. És tulajdonképpen a gyomorsabb mennyiségétől függően még egy kicsit besegít a zsíroknak a bontásába is. És amit mondanak róla, hogy nagyon fontos, hogy a bélfal tisztításában, a húshoz tartozó rostok bontásában is szerepet játszik, és ez is véd tulajdonképpen a vastagbélrák, mint korunk egyik vezető rákbetegsége kialakulásával kapcsolatban. Jó.
Jó, sejtem esetleg azt is, hogy akkor akár a koleszterin szintre is hatással van? Így van. Ha tovább lép... Ja igen, ez egy nagyon fontos anyag, ugye? A papaja kivonata az a bélférgek szempontjából nagyon fontos, és hát Afrikában és egyéb trópusi milliókban ugye ezeknek sokkal nagyobb a jelentősége, gyerekekben főleg, úgyhogy az oxiúriszt, tehát a mi kis bélférgünket, de az ankilosztómát is nagyon hatékonyan űzi, tehát ebből a szempontból sem hatástalan a papaja. Ödéma gátló készsége is van, valóban a bőrsérülések gyógyulására is jó hatású. És ugye a daganat ellenes hatása az tulajdonképpen együtt van egy kicsit az érvédő hatással is, ez az antioxidáns összetevőknek tulajdonítható. A bétakarotin, ugye, ami a karotinnak egyik előformája, a likopin, ami nagyon jelentős mennyiségben van a paradicsomban is, ahogy mondtam, nagyon fontos antioxidáns, és a C-vitamin együtt jelentik azt, hogy a bőr öregedését, a rák kockázatát és az erek öregedését is elég hatékonyan befolyásolja. A következő ábrán írtam talán arról, hogy ez egy nagyon érdekes, szép tudományos ábra, itt ugye azt mutatja, hogy a papaja levelének a kivonata mennyi mindenre jó. Tehát látszik, hogy fölfele ugye a rákellenes hatás növeli az inzulin szintet, tehát a vércukor szintet csökkenti, antibakteriális hatása van, a dangláznak a kezelésében is használatos trópusokon, és a gyomrot védi, mert emeli a gyomorban a pH-t, tehát csökkenti a gyomorsav elválasztást egy növényi alkatrészként. És van egy ilyen ábra, amit hoztam, tetszenek látni, hogy szinte minden rákféleségre nézve a papajának, vagy a levelének, vagy a gyümölcsének, vagy a magjának a jótékony hatását leírják. Ez egy fantasztikus dolog. És akkor, amit korábban beszéltünk, az LDL-koleszterin, közismert módon ugye ez az a koleszterin csoport, vagy rész, amelyik a leginkább károsítja ugye az ereket, és amelyik a plakkok kialakulásához hozzájárul, és utána ez az agyvérzéshez, a koszorújelmeszesedéshez, trombózishez, trombózisos sztrókhoz, vérről képződéshez hozzájárul. Ebben a kérdésben is nagyon jótékony hatású a papaja. Tehát ez ilyen értelemben egy érvédő hatású gyógyszernek, vagy élelmiszernek tekinthető. Ugye akkor innentek ez megint, amit a legutóbb adásban is kérdeztünk, hogy természetesen nyersen nagyon jó, de hát ez konzervformában is elérhető. Ugyanolyan hatásos tud lenni? Ez ugyanolyan hatású, mert például a likopin nem megy tönkre, a bétakarotin sem megy tönkre. Mondom, mindig a C-vitaminnal van egy picit baj, hogy ugye az a hőkezelés hatására valamelyest csökken. Sokféleképpen fogyaszthatjuk, tehát itt is ugye érdemes nyersen, főzve, aszalva, erjesztve, hát vannak különböző megoldások ugye a szubtrópusokon erre vonatkozóan italok is. Most azt olvastam róla, hogy azért arra érdemes odafigyelni, hogyha az ember papaját vesz, a teljesen méregzöld papaja az valószínűleg túl korán lett leszedve, és az már sose fog megérni. Tehát lehetőleg olyat vegyünk, ami félig sárga, hát, vagy színesebb egy kicsit, hát ezt ismerjük. Igen, attól függ, hogy érkezik meg. Viszont számos érdekes és izgalmas étel készíthető be, ahogy elmentette is. Így van. Professzor úr. Hát mindenre itt is ezt rá lehet tenni, tehát húsokhoz is lehet társítani, de tésztafélékhez is. És a magja, hogyha őröljük, akkor az kifejezetten jó pácanyag például, ugye vadhúsokhoz kérlek szépen. Be lehet hinteni vele, és ott tartani valameddig, és jó hatású az ízeket fokozza. No, hát sajnos beszélgetésünk végéhez közeledve azért egy összefoglalót nézzünk a gyümölcsről. Igen. Az érett papaja ízletes és frissítő gyümölcs, számos ásványi anyagot, nyomelemet és vitaminokat, A, B, C, E, K tartalmaz, és különösen fontos az antioxidáns bétakarotin és likopin tartalma. Az energiatartalom viszont még kevesebb is, mint az ananászé, tehát csak 38 kilokalória 100 grammonként. Ennek megfelelően nyilván hatékonyan segíti a súlyvesztést, tehát fogyókúrás szempontból is hasznos, csökkenti az LDL-koleszterin szintet, védi az ereket, javítja a látást, az A-vitamin tartalma folytán, erről külön nem beszéltünk, segíti, támogatja az emésztést, csökkenti a puffadást, a székrekedést, kiváló féreghajtó hatású, stabilizálja a vércukrot, mert egy picit képes emelni az inzulin szintet, és támogatja a szervezet daganat ellenes védekező mechanizmusait. Hát egy újabb szuper gyümölcsöt ismerhettünk meg. Köszönöm szépen, professzor. Köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra.